Már 10 ország köztük Kína és Izrael is jelezte, hogy ideiglenesen megtiltja a Magyarországról érkező baromfi és víziszárnyas importját, miután január elején két hazai tenyésztelepen is kimutatták a madárinfluenza jelenlétét. A magyar hatóságok azonnal megtették a szükséges lépéseket, elkezdték leölni az állatokat és védőkörzeteket jelöltek ki a telepek körül. Tolna megyét szerencsénkre még nem érte el a madárinfluenza vírus, de ez napról napra változhat. Tudni érdemes, hogy a madárinfluenzát a vándormadarak terjesztik, és költözéskor van inkább előfordulása ennek a megbetegedésnek. A madárinfluenza ennek ellenére is komoly károkat okoz a tenyésztőknek és a hazai gazdaságnak is. A kínai export ugyan nem jelentős, ám a többi 9 állam tiltása milliárdos kiesést jelent az évente 620 milliárdos bevételt termelő ágazatnak, mondja a baromfi terméktanács elnöke. A többi kereskedelmi korlátozás, értem itt ezzel a Dél-Koreát, Japánt, illetve más térséget, más országait, például Egyesült Arab Emirátusok, ezek már érezhető veszteségeket fognak okozni egyes vállalkozásoknál. A szakember azt mondja, hónapokig vagy akár évekig is eltarthat, amíg a tiltást elrendelő országok újra engedélyezik a magyar baromfi és víziszárnyas bevitelét, csak egy-egy több százezeres állomány leülése és a szükséges higiéniai intézkedések elvégzése heteket vesz igénybe. Ezt követően pedig országonként eltérő módon kezdeményezik az ország auditációját, van olyan ország, aki automatikusan megadja, amikor látja, hogy Magyarország mentes bizonyos ideig, és van olyan ország, ahol bizony üzemi auditokat is elrendelnek, abban az esetben, hogyha biztosak akarnak lenni, hogy valóban nincs jelen a fertőző betegség Magyarországon. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a madarakkal való érintkezés előtt és után érdemes alaposan kezet mosni. A gazdáknak ezen kívül érdemes odafigyelniük arra, hogy a szárnyasokat és a takarmányukat is zárt helyen tartsák. Az újonnan vásárolt állatokat pedig érdemes elkülöníteni a már meglevőktől.